Gyulán, a negyedik kiállítóhely bővült interaktív eszközökkel. A 21. század elvárásainak igyekszik megfelelni a felújított Ladicsház, amely a negyedik olyan kiállítóhely Gyulán, amely interaktív eszközöket vonultat fel. Elindulhat a tesztüzemmód a Ladicsházban. Április 24-től tesztüzemben látogatható a Jókai utcai épület. A Ladicsház egy olyan hagyatékot ölel magába, amely a Ladics család generációinak előremutató gondolatai nyomán tudott megmaradni, és vált egy életmódtörténeti múzeummá. Bemutatom egyrészt az újdonságokat, másrészt pedig azt, mivel bővítettük, mivel egészítettük ki ezt a tárlatot. Fáradjanak utána! Az első vendégeket már a belépéskor interaktív újdonságok várták. A sztrojanomicsokkal, a csauszokkal, a klimentekkel, az antusokkal. Az előtérben egy, a mesterséges intelligencia segítségével előállított házigazda várja a megjelenteket. Minden nagyon szép volt. Én azt mondom, egyben az egész. Egybe kell megnézni az egészet. Azért ez egy régi polgári családnak az élete, és ez csodálatos. A látogatók egy közel fél órás tárlatvezetésen ismerkedhettek meg a Ladics család életével és az enteriőrrel. Az nagyon meglepett, hogy elsőnek regisztráltam, mert ezt csak olyan viccesen beírtam, hogy na az első napra, első órára, és jaj, sikerült, az nagyon meglepett akkor. Tehát ez egy fantasztikus nagy élmény, ez egy, tényleg egy csoda. És valahogy úgy érzem, hogy többször akartam, meg már akartunk idejönni még évekkel ezelőtt, és valami miatt nem sikerült. Mindig az Erkel Múzeumig eljutottunk, és ide nem jutottunk be, akkor már zárva volt. És most ez egy nagyon nagy élmény. Hát ez maga tényleg gyönyörű szép, na. Az országot járva még ilyet tényleg nem láttam. Görgényi Ernő kiemelte, komplex turisztikai pályázatra nyertek Európai Uniós támogatást. Ebből tudták elkészíteni a Nagyváradi úti kerékpárutat, felújítani a 100 éves cukrászdát, valamint a Ladics házat. Olyan új terek is nyilvánosságot kaptak, melyeket annak idején a vendégek nem láthattak. Egy egészen egyedi és különleges kiállítás a Gyulai Ladics ház. Ezért nem csak turisztikai értéke van, de különleges kulturális értéke ez Magyarországnak, nem csak Gyulának. Hiszen Magyarországon tájházak hálózatában látogathatjuk meg azokat a kiállításokat, amik a paraszti kultúrát mutatják be. Láthatunk szép kastélyokat Magyarországon, ahol az arisztokrácia egykori életét és történetét megismerhetjük. Ezek közül a Gyulai Almási kastély az egyik legszebb és legkülönlegesebb. De a magyar polgárság életmódjának és történetének bemutatására csak nagyon kevés kiállítóhely szolgál, és e nagyon kevés kiállítóhely közül a legkülönlegesebb és a leghitelesebb az a Gyulai Ladics ház. A kiállítás előzetes regisztrációval kedvezményesen látogatható. A hivatalos megnyitó várhatóan májusban lesz.